csalunk, mert Niantól két számot is eljátszunk. De csak azért, mert ez apukám kedvenc száma. Azt mondta, hogy a Dusnoki lemezben, amikor még fiatal volt, nem tudom, ki ismeri Dusnokot esetleg. Na, nem tudom, hogy megvolt-e már a lemez, de vagy valamilyen kocsma volt ott, ahol egyébként ezt el kell mesélnem, az Üvegemberke könnyei című korai zenekarával is igyekeztek befutni, ahol a Répaföldön jött meg a Bajom című számot énekelte ő a dob mögül, miközben a zenekar másik tagja a szintetizátoros avantgárd hangzásokat próbált előcsalni a hangszeréből. Fél időben mondták neki, hogy kifizetik a gázsit, csak menjenek haza. Na, valószínűleg ugyanebben a kocsmában hallotta ezt a számot először, és éppen valamelyik barátnője miatt nagyon szomorú volt, és hát elsírta magát, és állítása szerint azóta is mindig sír, hogyha ezt a számot hallja, úgyhogy reméljük, hogy mások is elsírják majd magukat. Remélem, apukám most nem sírta el magát.